Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Hetek óta folytatódik egy sorozat itt a fehérvári beszélgetésekben, melynek címe Gulág, amiről tilos volt beszélni. Mai adásunk már a 9. részéhez érkezett, a stúdiónk vendége pedig ezúttal is Sinka Jenő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát ugye itt az elmúlt hetekben már nagyon sok fontos történeti adattal, részlettel, információval megismerkedhettek a televízió nézők. A mai műsorunk középpontjában a gulág és a lágerek világán belül a kínzás, mint egy olyan tematika került kiemelésre. Mit kell erről tudni, Jenő bácsi? Igen, kínzás. Ez tulajdonképpen a láger barakon belül történő kínzás elsősorban, és hozzá kell tennem, hogy 1948-ig a politikai rabok között ott voltak a közbüntényesek is, akik a kínzások egy részét elvégeztették velük, és hát aztán utána rájöttek, hogy ez nagyon veszélyes, mert a rabságot is bántottam meg, a vezetőséget is, mert azokra is kiterjedt az ő dolgaik. Nos, ebből az alkalomból mindjárt az első kép olyan, ami nem volt jellemző a kényszermunkások életére. A bal felső sarokban olyanokat mutatnak meg, hogy kérem szépen ezek a rablók, ezek a gyilkosok szexuális kényszert hajtottak végre embereken. Én ezt nem ragozom tovább. Utána, nem, mert ez ilyen nyugalmat is megszavaró téma. Nagyon hát... veszélyes volt. És akkor 1948 után megszüntették, mert ahogy előbb is említettem, nagyon veszélyes dolog volt. Kérem szépen, menjünk tovább, egy kicsit a jegyzeteimre leszek szorítkozni, mert így helyes. Van egy következő kép ott a felső sorba, az a címe, hogy Kolima. Ez egy olyan hogy is hívják, a felső sark körön túli vidék volt, ahol mínusz 40, mínusz 50 fokos hideg volt, és ebben a környezetben kellett nekik dolgozniuk 12-16 órát, mégpedig 40 deka kenyér fejeddel, napi kenyér fejedaggal. Reggel és este volt ugyan egy kis löty, nem lehetett mondani semminek, csak azért, hogy valami folyadékbevitel is legyen. Ez a kolima, ugye én most itt mínusz 40-ről beszéltem, de volt a mélybe. Ez egy olyan jelentős mértékű érceket tartalmazott, mint aranyat, mint szenet, és nikkel bányákat is. Ez az a hely volt az összes lágerek közül, ahonnan nem térhetett haza senki, hogyha le is járt az ideje. Ott kellett neki maradni, nem mehetett vissza a családjához. Tehát akkor ez egy ilyen végérvényes számüzetés volt, mondhatjuk. Ez mondhatjuk. Csak akkor szűnt meg, amikor 53-ban Sztálin kimúlt. És addig ott mindig csak fölfelé ezért. És akinek letelt az ideje, annak be kellett állni a börtönőrök közé, be kellett állni azok a közé, akik a rabokat mindenféle dologgal ellátták. Szörnyű volt ez a kettőség, és ez nagyon, nagyon megsínlette az ottani lakosság, az ottani a jobb felső sarokban, ez egy fekete kép, ami arról szól, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a Baldajev grafikát készített. Ez is egy olyan grafikai kép, ami a kínzások egyféle módját mutatja be, úgy nevezik, hogy gégetörés. Na most kínzásokról van szó. Miért kellett kínzást véghez vinni? Ha valaki rosszul szólt oda a börtönőrnek, vagy sokalta a normát, és nem tudott teljesíteni valamiféle kényszerrel, és egyben megfélemlítés volt akkor. Hát ez egy ilyen fegyelmezési eszköz is volt. Fegyelmezés. Az előzőekben már megfélemlítésről voltunk. Ennek az is volt a célja, hogy ne csak az tudjon róla, ne csak az szenvedje el, akinek géget törik, hanem elmondja, elhíresztelje a többiek között, hogy kérem szépen, erről van szó, hogyha te máshogy viselkedsz, mint ahogy azt a börtönőrök, a rabtartóik megszabták nekik. Szóval a kínzás ilyen kezdetleges, hát majd látni fogjuk, hogy mi fog még jönni. Kérem szépen, a Strike a pokolban című könyv következik. Hát Csikós György nagyon olyan adatokat leírt, ő is egy túlélő volt, ami nagyon hiteles. Hát már máskor is azt hiszem volt egy ilyen kép róla. Most éppen arról van szó ebben a témában, hogy kérem szépen,
A rabokat 12 órán át dolgoztatták úgy, hogy 8 kilós vasgolyót kötöttek a lábukra lánccal. Na most, hát ez, erre aztán később rájöttek, hogy ez mégsem egészen jó, mert akadályozva van a munka teljesítésében, de hát a rabnak se volt könnyű a munkán kívül még ezzel a golyóval ott foglalkozni, hogy egyáltalán odébb tudjon. Ezt büntetésként tették le? Büntetésként, kínzásképpen. Ezt is később beszüntették, mert látták, hogy ez nem vezet jóra. A teljesítmény csökkenésére szorítkoztak ezzel a megoldással. Tehát egy is egyfajta kínzás volt. Na most ezt sem mindenkinek alkalmazták, csak annak, aki, hogy így mondjam, ezt kiérdemelte. Hát mivel érdemelte ki? Azzal, hogyha ha nem tetszett neki az, amit ott kellett csinálni, vagy szót kellett fogadni, és az nehezére esett. Kínzással kényszerítettek sok minden témára. Aztán menjünk egy kicsit tovább. Hát kérem szépen, egy olyan jelenet következik, azt hiszem, igen, hogy a kutyák azt mondja, hogy ellenszegülés, ismételten ellenszegülésről van szó, mint az előbbiekben. Nem közvetlen, hanem közvetett módon ez az egész tablónak a közepén van egy kép. Az ellenszegülés az a módja, amikor a kutyákat rászabadították erre a szerencsétlen emberre. Ez előfordult már olyankor is, amikor a lágerből hajtották ki őket a munkaterületre, és akkor ott elől, hátul, oldalt kutyák voltak, és hogyha valaki megmozdult, nem úgy ment, ahogy akkor kellett lesütni. Akkor rászak. Volt egy interjú alanyom, a Gyuri bácsi, azt hiszem, Dezső bácsi, aki elmondta, hogy kérem szépen, hajtottak ki bennünket, ötös sor, ötös oszlop, stb., és azt mondja, gyorsan vécéznem kellett. Hát kiugrottam a sorból, és azonnal ott volt a kutya, azonnal az ilyen mozgásra be voltak tanítva ezek a kutyák. Az ilyen mozgásokra azt mondja, már is ott volt a kutya, és a tarkómat, a nyakamat elkaptam, meg is mutatta szegény Dezső bácsi. Hát ez szörnyű volt még most is túlélés után ezt a lelki tábort is, meg azt a fizikai terrort elviselnie. Ez is egyfajta, nem annyira kínzás, hanem a megfélemlítés. Azt kell csinálni, amit mondanak, és ha tetszik, ha nem. Nehéz dolgok volt ezeknek az embereknek az ilyen kínzásféléket elviselni. Kérem szépen, hadd nézek, hogy, mert nem nagyon látom ezt a tablót, ellenszegülés kutyákkal. Igen, teljesítmény, koponyalékelés. Ott egy másik kép, most nem egészen jól látom. Igen, a bal alsó sarokban, hát nem egészen, a csikós sztrájk alatti kép, amikor a nem tudta teljesíteni a normát, akkor lékelték a koponyát. Hát szörnyű dolog ezt hallani, de az már csak arra az emberre vonatkozott, aki nem tudta. Annyira fizikailag gyenge állapotban volt, hogy nem tudta teljesíteni, és akkor, hogy így mondjam, hogy a koponya lékeléssel fejbevágták, és hát akkor már vége is volt. Így ugyan csökkent a létszám, de nem tudtak vele mit kezdeni, akár mit csinálnak, tehát a rabtartók részéről csak bajnok volt. Rossz kifejezés erre az esetre külön ezt elmondani, de ez is egyfajta kínzás volt, azon túl, hogy ezt a szerencsétlen embert így bántalmazták. Ugye egy tűhére ment a lágerbe pillanatok alatt, meg akik ott voltak, látták, ha a lágerbe történt halmunkahelyen, az már elrettentő volt. Hát a megfélemlítés korábbi témába is belekapcsolódik ez a kínzási forma. Hát kérem szépen, van egy olyan dolog, hogy Keserű János, azt mondja, hogy a Keserű János a ifjúság, ugye Keserű ifjúság, de hogy Rózsás János Keserű ifjúság című könyvében van, szintén a kutyákról ellenszegülés esetén. Nem mondom el még egyszer, ugye nem csak a köztörvényes bűnözőket vitték rá, nem csak maguk a rabtartók, a börtönőrek, és akik felügyelték a munkát, hanem
hanem a kutyákkal úgy szintén egy ilyesfélét írja a Keserű ifjúság című egy kétkötetes könyv, Rózsás János bátyám, ő az, aki nagy kutatója volt ennek a hát meg túlélője az időszak. Is, mondhatjuk hát igen, azt. Majd erre még lehet, hogy később visszatérünk, mert neki van egy komoly lexikonja, amiben sok minden adatot teljes hitelességgel le tudott írni. Hát kérem szépen, hadd nézek ez most egy ilyen elég összetett téma, igen. Talán mondhatjuk ezt, ez a tablóról is kitűnik. Igen, hát akkor azt mondja, és vannak hogy ilyen visszatérő momentumok. Poklok pokla, igen, Hegedűs János, itt azt hiszem a harmadik sorban a jobb szélén. Ott arról van szó, hogy az őrség hajtása, szintén kutyákkal, az őrség hajtatása ki a munkatáborba, meg vissza. Tehát kétféle őrség volt, az egyik bent a lágerba, tehát magába a barakba, ahol be voltak zárva. A másik pedig a kapun kívüli őrség, aki hajtotta kifelé a jó népet a munkaterületre. Időben elindították őket, hogy a váltásra odaérjen, és ugyanúgy vissza. Ezeket is kutyákkal, mint ahogy az előbb említettem, kutyákkal hajtották végre. Hát kérem szépen, egy csúnya kép látható, alulról, baloldalt, alulról, azt hiszem, hogy miről is van itt szó? Azt mondja, hogy középső zonában zabla kötés. Hú, azt a kutya fáját neki. Nem tudom, hogy jól látom-e. Mindjárt segítünk. Igen, legalsó sorba középen. Igen. Elnézést, de nem egészen jól látom, nára ugyan Viktória, de majdnem egy vonalban vagyunk. A legalsó sorba középen van egy olyan eset, amikor a szegény elítéltet úgy kínozták, hogy a teljesítményt hajtsa végre, hogy hasra fektették, a szájába kötöttek egy zablát, úgy, mint a lovaknak, és annak a zablának a másik végét kikötötték a lábához. A lábát is fölhajtották, és egy ilyen homorú a testhelyzetet kénytelen volt elviselni, és azon még húztak, hogy minél magasabbra menjen a feje, meg a lába. Hát ebből ájulás volt a legkönnyebb esetben, de aztán ebből gerinctörés volt. Ez is egyfajta, az a kínzás volt, amivel, hogy úgy mondjam, megfélemlítették a többet. Ezt kénytelen vagyok ismételni, de ugye ez még nem a kivégzés, amikor teljesen kivégeztek, és akkor már vége volt az életnek, ugyan volt olyan kínzási rész, ami tényleg hát az életébe került a dolognak, az embernek. Hát kérem szépen, hogy lehetett ezt elviselni? Ez a nagy kérdés merül föl bennünk, hogy akik ezt túlélték, hogyan? Ugye egyszer már említettem, hogy Placid atya majdnem 100 éves volt, amikor meghalt. Ő egy pap volt, ugye hát atya a neve, és az Ézsaiás Erzsébet írt a Placid atyáról, aki előbb említettem, hogy a lelket tartotta az emberekben, mert ugye ezeken a fizikai bántalmazáson a lélekre is nagyon, nagyon hatott ez a környezet, és akkor arról van szó, hogy a Placid atya 4 pontba foglalta össze, hogy lehet ezeket túlélni, hogy lehet ezeket kibírni egyáltalán. Az első pont arról szólt, hogy ugyan most itt ez a helyzet, de ezt nem szabad dramatizálni. Tehát nem szabad fokozni, hogy jaj, Istenem, most ez történt, hú, de rossz, meg minden. Persze, hogy rossz, egyáltalán nem jó, de ezt hogy úgy mondjam, eszi, nem kap mást, ebbe vannak. Ezt el kell fogadni, ezen túl kell élni azzal, hogy nem kell dramatizálni a helyzetet, hogy hú, az a minden itt így meg így történt. Ez egy alapvető indulási alap ahhoz, hogy ez a lelki terroron túlélje magát. Uh-huh. Furcsa, amit mondok a második pontba. Apró örömök. Hát milyen öröme lehetett? Hát ha volt néha kedvük a fáradtság közepette valami viccet, vagy humort, vagy éppen az előbbből kifolyólag azt a bántalmazást, amit kaptak, nem dramatizálva, hanem humorizálva, egy kis örömszerzéssel, egy kis öröm gondolattal, hogy mondjam, csökkenteni ezt a helyzetet a lelkébe. Tehát
ez volt a második, ami szintén az elsőnek a folytatása van, hogy próbáld a lelkedet simogatni, próbáld a lelkedet megvédeni minden további nélkül, mert ennek rossz hatása van a fizikai szervezetre. Hát a lelki bántalmak nagyon-nagyon nagy dologra térnek ki. Kérem szépen a harmadik, hát tudják, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de hát túl kell élni azzal, hogy mi különbek vagyunk, mint azok, akik ezt velünk megteszik. Tehát, hogy megmaradjon az emberi tartás? Megvan az emberi tartása azzal az első két dologgal együtt. Legyen egy tartása, hogy hát te szerencsétlen, hát nem azért, mert én pap vagyok, de hát akárki is most ezt csinálod, ezt csináltatod velem, hát én külön vagyok, hát te egy senki vagy az én tekintetembe, az én szellemi világomba. Ezt így kell, nem azt mondjam megtorolni, de így kell jellemezni, hogy ez egészen más, mint amit az ember az emberrel tehet. Tehát ő is ember, bár nem emberi dolgokat hajtanak végre, hanem állatias módon hajtják végre. Különbnek érzem magam annak ellenére, hogy ezt a környezetet, ezt a bánásmódot el kell viselni, és így tovább. És a negyedik pedig az, hogy legyen az embernek hite hozzá. Hát kapaszkodjon mibe. Az elmélyült hit az egy nagyon fontos dolog. Ha az embernek nincsen hite, nincsen mibe kapaszkodnia, teljesen mindegy, hogy milyen vallású. Hát ugye a Placid atya római katolikus vallású, de volt ott más vallású is. Mindenki a maga vallásában fogadja el azt, hogy most ő neki legyen egy hite, egy támasza, egy lelki támasza, gondolva arra is, hogy ebből majd ki fog mászni, és valamikor egyszer véget ér. Hát egyszer véget ért azoknak, akiknek sikerült ezt a négy pontot, hogy úgy mondjam, megszívlelni, betartani, gondolni rá, még ha nem is mindegyiket, de a négy közül egyre úgy rágondolni, hogy hát ebben tényleg van valami. Ezt az atya nem véletlenül mondja nekünk. Az atya nem véletlenül pap, nem véletlenül teszi ezt velünk. Hát azért nem véletlenül, hogy a kommunizmusnak az egyik nagy terület, amit mindenképpen meg akartak törni, az a hitélet volt, meg a vallás. A hitélet. Utkottan említettem rá, hogy a Recski kényszer munkatáborban is volt. Ilyen nem térek most erre vissza, de ott is volt. Tehát minden környezetben kell lenni, és vannak is olyanok, ha nem is pap, mert a Dosztá Béla bácsi se volt pap, meg a Tabódi se volt, csak utána lett, akkor rájöttek, hogy tényleg az embereknek kell, hogy hite legyen bizalma valamiben. Nagy segítség, ez óriási segítség. És ezeket a kínzásokat, amiket itt kénytelen voltam gyorsan felsorolni, hát kérem szépen, azok után, amit mi a jobb alsó sorban, jobbról, balról még látunk, hogy milyen munkákat végeztek, fizikai munka, ez csak egy-egy kép belőle a bal alsó sarokban is, a jobb alsó sarokban is, egy-egy kép arról, hogy milyen nehéz fizikai munkát végeztek, teljesen kézi erővel, szinte emberfeletti, állati, nehéz munkát kifejező fizikai munkát végeztek azért, hogy valamiféleképpen ezeket a kínzásokat, ezeket a bajokat túlélje. És ismétlen megint lelkiekben is túl kell ezt az egész dolgot élnie, túl kell tenni magát azon, hogy a rabtartóiknál külön vagyok, nem sorolom, nem ismétlem el még egyszer, de a fizikai fáradtság mellett ez is nagyon-nagyon fontos. Összességében talán mondhatjuk azt, hogy már maguk a körülmények, már maguk az odajutás, már maga a lágerben kialakított élet, az ott folyó munka, az ott tetten érhető fizikai, illetve lelki bántalmazás, az végül is összességében mind kínzás volt. Mind kínzás volt, már maga az, nagyon jól mondta Viktória, összefoglalva ezeket a dolgokat, bizonyára az előzőeket is belefoglalta a gondolataiba, és amit mondott, tehát minden itt egy kicsit csúcsosodott. A többi minden más bajokkal, de ez ugye volt arról szó, hogy a gyerekeket is egy korábbi felvétel kapcsán. Azért említem meg, mert a televízió nézők nem biztos, hogy mindegyik részt látják, de gyerekeket is megfélemlítettek, hogy vállalja el, hogy az apja, anyja a nép ellensége. És akkor azért kap egy szelet csokoládét, hanem akkor meg elítélték 25 évre. Gyereket. Szóval, hát nem lehet semmihez se hasonlítani ezt a dolgot,
ez önmagában egy népírtás. Egy olyan népírtás, amit már említettem egyszer, ami addig tartott, amíg az élet tartott. És hát egyszer azért mégiscsak bekövetkezett, amikor 53 tavaszán Sztálin kihult. Úgy mondták, hogy megdöglött. Nem tudtak jót mondani rá. Hát az ő parancsa volt ez. Az elmúlt részben mondtam egy-két olyan adatot, hogy ekkor meg ekkor, azt hiszem a 52-es években hány millió, 50 milliót említettem egyszer, egy másik alkalommal, másik időszakban, egy korábbiban csak 42 millió. Annyi ember, annyi fogoly volt. Minden nemzet részéről. Hát több nemzet, igen, ezt úgy is elmítettem, köszönöm, hogy segített arra, hogy ez nem magyar volt, hát persze, hogy annyi magyar nem lehetett, de ebben volt japán is, meg volt kínai is, meg volt német is, meg volt szovjet is, volt, magyar nyelvű, megint volt, azt külön megmondtam, vagy külön hát külön mondtam meg számomba, de az össz nemzeti, az ennyi volt akkor. És ugye ez 1905-ben kezdődött. 1905-től 1953-ig tartott. Mégpedig az első időszakban csak 5 éveket mértek, aztán mindig többet, a 30-as években már komolyan belekerültek a kommunisták is. Ők se tudtak ezzel kimenekülni, majd a következő részletben, amikor kivégzésről lesz szó, akkor majd elmondok egy-két adatot, hogy azok a kommunisták, akik 19-ben ugye a tanácsköztársaság után menekülésre mentek, azok átszivárogtak először Ausztriába, és onnan a Szovjetunióba. Hát ott egymást ölték, azért, hogy életben maradjon. Az oroszok, a szovjetek, a magyarokat, de a magyarok is egymás között csináltak ilyen megoldást, azért, hogy ő maradjon életben. Volt is olyan szituáció, hogy hát most én elmegyek Jaltára, szabadságra, egy kis pihenőre, el van intézve minden, úgyhogy szabadulsz. És közben kiadta, hogy öljék meg. És amikor visszajött, látta, hogy nem hajtották végre. Magyar a magyar ellen. Az egy kivégzési kategória, amiről majd a következőben fogok beszélni. Tehát szörnyű világ volt. Szörnyű eszme hajtotta ezt végre. Szörnyű eszme indult el 1905-ben, és aztán mindig fokozódott az évek számával, a létszámok számával is. És akkor végül aztán nagyon időben végre befejeződött. Nos, hát ennyit szerettem volna elmondani erről az időszakról. Hadd mondjam a kedves nézőknek azt, hogy a székesfehérvári szénatéri könyvtárban ezek a tablók, meg a korábbiak is, tehát ez a mostani is, meg a korábbiak is megtalálhatók, ott ki van úgy függesztve, mint itt, és vittem hozzá azokat a könyveket, amiket itt címlapon fölismerünk. Tehát az irodalmat is megtalálja, igen, az, aki érdeklődik, igen, a téma azt az iránt. Irodalmat, amit én kimásoltam, mert ez megvan azon a sárga lapokon, megvan jelölve, hogy a könyv melyik oldalán van ez leírva. És én az idézőjelben kiírtam szó szerint. Ott megnézhető, hogy hát a Sinkau mellé beszélt, vagy tényleg az van, amit leírt, amit lemásolt. Meg hát bővebben utána olvasod a témának. Után. Már volt is rá példa, hogy ott kölcsönöztek, mert hogy ehhez a témakörhöz van a könyvtárnak is saját anyaga, és azt oda tudják adni. Az én enyémet nem nagyon akarják odaadni. Mondtam, hogy szeretném ezt visszakapni, nem mintha attól tartanék, hogy nem viszik. De ott a helyszínen nem tudják lapozgatni. De ott helyben megnézik, és volt is rá már példa, majd hogyha lesz egy összefüggő foglalás, majd erről néhány szót fogok ejteni. Nos, hát ebben a kategóriában most fogadják el a kedves nézők, hogy ennyi minden fért bele. Most már lesz egy utolsó, a 10., és azzal ez a sorozat befejezést nyer. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva pedig, tehát a 10. résszel térünk majd vissza, és folytatódik, és azzal zárul is majd egyébként ez a sorozatunk. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!